Sziasztok! Itt vagyunk a mai következő résszel a Random Show sorozatban, és a mai vendégeim Morvai Ádám és Berki Zsolt, sziasztok! Hello! Akik a hazai első Instagram könyvet írták, mutatjuk mindenhova, és azt gondolom, ez azért egy nagyon nagy mérföldkő, mert sokan ugye kicsit el vannak veszve ebben a témában, hogy hova is helyezzék ezt az Instagramot, ez már régeség több, mint egy játékplatform idézőjelben, tehát ezt már sokkal-sokkal komolyabban kell venni, mint amire gondol esetleg pár ember a korábbiakban. És azt gondolom, hogyha megnézzük a mai közösségi oldal vagy kommunikációs csatornának a lehetőségét, akkor már abszolút mondhatjuk azt, hogy a top 3-ba bekerült az Instagram. Igen. Honnan jött az ötlet? Hogy mióta foglalkoztok ezzel? Honnan jött az ötlet, hogy pont ebből írjatok egy könyvet és erre fókuszáljatok? Mondom akkor én. Hát tulajdonképpen ugye maga az MBM Solvers az ugye attól függően, hogy mi már régebb óta dolgoztunk online marketingbe, akár egy üzleti tanácsadásban, gyakorlatilag egy éves történet ez a formáció. Alapvetően először online marketinggel kezdtük, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy foglalkoztunk Facebook kezeléssel, Facebook tanácsadással, online marketing tanácsadással és Instagrammal is, de valamiért azt láttuk, hogy az Instagram az így torony magasan nálunk megy. Tehát az Insta csatornánk megy, az Insta követőink azok nagyon jó visszajelzéseket adnak. Gyakorlatilag mindenki az iránt érdeklődik, ez iránt szolgáltatás iránt, és akkor arra gondoltunk, hogy akkor miért ne fókuszáljunk, ha a többi amúgy se olyan hatalmas mértékben működik, akkor legyen Instagram fókusz, és akkor legyen Instagram marketing tanácsadó cég ebből az MBM Solvers-ből, és így lett, azt hiszem egy olyan 8 hónapja körülbelül Instagram marketing tanácsadó cég is az MBM Solvers-ből. És akkor a tanácsadások és a konzultációk során sokszor azt tapasztaltuk, hogy az ügyfelek mindig panaszkodnak, hogy ők nem találnak elég magyar nyelvű tudásanyagot, tartalmat az Instagram marketingről. Ezért ugye, többször is megkaptuk azt, hogy írjunk már róla egy könyvet. Hát, de nem olyan egyszerű ez azért, hogy egyik napra másikra, de utána beadtuk a derekunkat, és azt gondoltuk, hogy összeszedjük minden tudásunkat, illetve egy ilyen kompakt anyagot összeállítunk, és akkor ez először úgy volt, hogy megpróbáljuk írni, aztán majd, ha ez jól megy, akkor majd írjuk tovább. És akkor elkezdtük írni, és akkor azt láttuk, hogy még ezt is le kell írni, akkor már ezt rendezzük struktúrába, jó, akkor még inkább, és akkor összeállt egy ilyen kompakt anyag, amit kiadtunk egy könyvet. Nagyon jó. Én arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy a lehető legtöbb értéket adjuk a nézőknek, lapozgassunk bele a könyvbe, és szerintem hozzatok egy-két olyan rövid történetet, példát, meg szerintem azokat a fő területeket emeljük ki, amit tényleg ti is a legfontosabbnak tartotok. És szerintem kezdjük is a kezdeti lépésekkel, mert ahogy visszajeleztétek, hogy sokaknak már ezzel is kihívásaik vannak, hogy mire érdemes figyelni, hogyha tényleg valaki, és most tisztítsuk le arra, hogy vállalkozói, vagy profitorientált vállalkozási céllal, vagy personal branding céllal valaki építi a profiát, mire figyeljen a kezdeteknél? Hát igazából ugye az is probléma szokott lenni, hogy nem business profillal regisztrálnak, vagyis próbálnak ugye működni, de ezt mindenképpen kell egy business profil, ami ugye azért különbözik a sima profiltól, mert így láthatunk analitikát, valamint ugye hirdethetünk is, ami nem egy utolsó dolog, és tehát mindenképpen a business profil, valamint még mindenek előtt azt, hogy... Mondjuk azt jól tudom, ugye, hogy ez Facebook oldallal kell összekötni, tehát azért igen. Az onnan hozzá az információk egy részét. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy mindenképpen egy Facebook oldal kell még ezek előtt hozzá, és akkor azzal összekapcsol, ugye, mivel nagyon szorosan összekapcsolódik a két platform, így mindenképpen a Facebookot itt kell kezelni, valamint ugye így kapjuk meg azt a lézerpontos célzást, amit a Facebook ad a hirdetésekben. Tehát ez a must have mindenképpen az üzleti alapja. Profil egyes. Igen, egy business profil. Igazából utána meg már az, hogy én azt szoktam javasolni, tehát a nulláról induló embereknek, hogy legyen egy személyes profil és az Instagram, és először merüljön el a platformban, posztoljon, nézegesse igazából, hogy mi az, amit így jónak lát, mi az, amit tetszik neki, mi az, amit tud azonosulni egyáltalán. Hogyha mondjuk személyes márkáról beszélünk, és akkor azt vigye át a bizniszbe. Hogyha vállalkozásról beszélünk, akkor ugye minden területen más a dolog, de ami mindenképpen kell, az a minőség és a saját tartalom. Akár egy webáruház esetében is. Tehát a stock fotók és ez a személytelen direkt értékesítés egyáltalán nem megy az Instagram. Tehát csak itt pont az, hogy vonódjon be, legyen egy minőségi tartalmat, amire ő szívesen fog követni téged, és igen. Te jutsz eszébe, hogy egy olyan téma van.
Igen, egy nagyon személyes platformról beszélünk, ami igazából ez a vizuális dinamika az, ami tudja működtetni ezt a dolgot. De mondom, tehát a direkt értékesítés egyáltalán nem. Azért jó az Instagram egyébként a vállalkozások között számára, mert hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor ez a platform az, ami ki tudja elégíteni akár a konverzió igényeket is. Mert minden csatorna kezd már megcsömörleni kicsit, e-mail már alig nyitunk, stb., de a figyelem viszont most itt van. Így van. És akkor ezáltal jobban el lehet érni az embereknek figyelmét, tekintetét. És ugye például volt egy kutatás ezzel kapcsolatban, hogy a magyar felhasználók 40x%, ez majdnem a fele szívesen követ márkákat, és ebből a 60% rá is keres a kedvenc márkájára. Ugye, nem, tehát a kedvenc márkát nem csak a Nike-t, vagy az ilyen nagyon ismert brendeket kell érteni, hanem ugye az is lehet kedvenc márka, hogyha találkozok egy üzlete, hogy például a Hi-Fi-fokkal az utcán, vagy a Facebookon, és ugye szívesen rákeresnek az emberek, az Instagramon is követik is. Aha. Tehát azt gondolják, hogy egy márkának a profilja is lehet annyira értékes, mint egy átlag felhasználó, és ez szerintem nagyon fontos. Tök jól összefoglaltátok itt a pont az indulás után a tévhiteket, szerintem erről érdemes egy pár szót beszélni, mert ebbe is ilyen teljes káosz van szerintem így néhány embernél, hogy itt például megnézzük azt, hogy csak vizuális termékeknek való, mondjuk erről, mit gondolnátok? Vagy csak fotó megosztásra való, menjünk sorba szerintem így. Hát igazából ugye vizuális termék, ugye nyilván egy fizikai terméket mindig is sokkal könnyebb eladni, kívül, hogyha nem a szépségipari szolgáltatásokról beszélünk. Viszont például mi is szolgáltató cél vagyunk, és ugye miekünk is sikerül, tehát az ügyfeleink nagy része azért Instagramról jön be, még mindig. És tehát minden témát igazából meg lehet fogni olyan vizuális tartalommal, ami megy, ami pörög. Tehát például, hogyha még egy szolgáltató céget nézünk, akkor ugye nekik ezek a tippek, a napi motivációk, a folyamatos tanácsadás igazából ott is. Tehát nem az értékesítés, hanem maga az, hogy értéket adjon a költőjére. Mit tanuljátok mondjuk egy könyvelőnél, egy ügyvédnél, ami tényleg egy nagyon száraz téma, ő hogy tud kiemelkedni mondjuk Instagramon? Legyen kreatív, ez biztos. Tehát itt kezdődik a dolog. Hát nem tudom, tehát például volt egy ilyen interjú, vagyis a múltkor nem is interjú, hanem egy előadásunk, amiben volt egy ilyen kérdés, hogy gyakorlatilag, hogyha nem tudom, mondjuk sonkát rak fel az Instagramra, az akciós sonkát a kisboltnak, akkor ott menne. És akkor így el is gondolkoztam rajta, hogy ilyennel még azért nem találkoztam, de miért nem menne? Tehát ilyen nincs meghökkentő, van hűha faktor, akkor megy. És hogy valahol a jogászoknak, vagy mondjuk vagy ügyvédi irodáknak is, illetve a könyvőknek is ezt tudnám ajánlani, hogy valami olyan dolgot találjanak ki, ami ilyen hűha. Ami kitűnik a tömegből. Például nem tudom, egy olyan akár olyan szöveges képeket esetleg, hogy nem tudom, hogyha nem álfázol, ráfázol, vagy valamilyen. Tehát ilyen jópofa, hűha faktorral ellátott kreatív tartalom. És ezzel ki fog tűnni. Nagyon jó. Igen, és erre ugye van külföldi példa is, például nem tudom mennyire is megjöttek a Wells Fargo, egy globális pénzügyi banki szolgáltatás értékesítő cégről beszélünk, aki egyébként most nem tudom mennyi, de a könyvben is beleírtuk, hogy rengeteg követővel rendelkeznek, több tízezerrel, mert ugye olyan vonalat képviselnek az Instagramon, ami eddig nem volt, ugye az, hogy teljesen kifordították ezt a pénzügyi üzleti világot, ezt a bankszektort, azzal, hogy egy ilyen nagyon vicces módon közelítik meg az egészet, és ezáltal sikeresek tudtak. Ugye lebutították, közérthetővé tették, és mentek ezen. Igen, mert sokszor ez is már elhangzott itt a beszélgetésekben is, hogy ugye háromfajta tartalmat fogyasztunk jellemzően információért, motivációért, vagy szórakozásért. Igen. És ugye, de a szórakozás az eléggé dominál azért a YouTube-on is, Instán is azért mindenhol, hogy ezzel azt látsz, hogy ezzel könnyebb kitűnni. Úgy rengeteg kérdésem van, nem muszáj ezért beleszorítanunk egy 20 percbe körülbelül, még a tévhitekkel kapcsolatban nem a méret a lényeg. Minőségi vagy mennyiségi követők, és ebben nagyon egyetértünk, ugye beszélgettünk erről korábban. Ez kicsit hangosabban is. Minőségi, ez annyira fontos, hogy ezt mondjuk el háromszor. Minőségi követőkkelnek. Tehát az, hogy valakinek... Látjuk azt, hogy sokszor ugye különböző egyéb olyan módszerekkel növekednek csatornák, ami robotok, automatizmus és a többi. Miért nem jó ez? Miért nem ajánljuk? Nagyon destruktív a márkára nézve. Tehát ez a fő érv, hogy nem. Tehát
Szoktam. Tehát inkább legyen 200, de az nagyon minőségű, igen, és valós vevők, mint hogy 2000 lufi és pakisztáni, meg indiai. Így van. Azon kívül nem szeretik az emberek, hogyha robotokkal beszélgetnek. Főleg Instagramon, ahol egy olyan személyes platformról beszélünk, egy olyan oda-vissza kommunikációról, amiben ez nem fér bele. Tehát például csak egy példát mondok, voltam egyetemen előadni, és ott az egyik hallgató mondta azt, hogy amikor a botokról volt szó, pont Instagram botokról, hát neki vannak olyan barátai és ismerősei, akikkel tud beszélni, nem kellenek neki robotok. Tehát valahol innen kezdődik ez az egész dolog. És nem szeretik. Tehát iszonyúan rossz visszajelzések jönnek arról, hogyha valaki botozik. Meg azon, és akkor látszik megint rám írt, megint kommentelt, ugyanazt a kommentet, stb. Hát ez még arra sem veszi a fáradtságot, hogy egyáltalán oda kommenteljen nekem. Akkor kikövetem. Igen. Vagy meg azonnal látszik, amikor van sok követője, de mondjuk a interakciós arány alacsony, akkor egyértelmű, vagy mit mondjuk kezelsz két-három profilt, és érdekes módon egy képet fölraksz, azonnal ugyanaz a profil végigkövető összeset, érdekes módon, akkor az ugyanús már, hogy az nem való. Az teljesen más kérdés, hogyha valaki mondjuk bekövet valakit azért, mert mondjuk neki ez potenciális lehet, vagy mondjuk nem tudom, tehát igazából azt a célközönséget, tehát tudja, hogy az a célközönségnek jó lesz. Például nem tudom, volt pont egy ilyen példa, hogy ugye a konkurenciának a követőit ő bekövette. Aha. Lehet, hogy nem etikus, de alapvetően nem működik. Na de ez egy robot nem biztos, hogy meg tudja tenni, igen, vagy nem tudja azt az algoritmust megérteni, ami mi fejünkben lezajlik, ami ugye már kicsit pszichológiai. Abszolút. Hogy akkor most az nekem jó lesz, de az meg megint egy másik kérdés, hogy bekövetem, kikövetem, aztán majd visszakövet valamikor, igen, semmi igen, értelme. Igen. Még esetleg annyit hozzá lehetne tenni az a témához, hogy ugye egy influencer esetében, hogy egy olyan kezdő Instagram esetében, aki influencer szeret lenni, sokan ugye arra hajtanak, hogy minél gyorsan megjön ez a 10 000 feletti követőszám, ugye azért, hogy a swipe, tehát a linket be tudja rakni a sztoriba, és akkor tudja a forgalmat átirányítani. Lehet, hogy annyit nem ér, hogy ezt botokkal meg tudjuk csinálni. Például a könyvben is leírtak, hogy vannak olyan számítások, amivel igazából pillanatokat meg lehet nézni azt, hogy egy felhasználónak valós a követőtábora, és tehát inkább fogjuk meg kreatívan azt, hogy mi hogyan irányítsuk át a forgalmat, mondjuk a weboldalunkra, vagy egy márkának a weboldalára, mint hogy ugye ezzel elérjük az 10 000 feletti követőszámot. Igen, és azt gondolom, hogy rengeteg olyan eszköz van, amire mondjuk lehet, hogy nem is gondolom még, hogy mire lehet használni. Például most néztem a ruhamárkánál, hogy gyakorlatilag egy-egybe ezt kiváltja most már szinte a katalógusát, egy online katalógus, mert ugye van lehetőség arra, hogy beteggei megjelölje termékeket, és a termékről azonnal átirányíts mondjuk a weboldalára. Akkor beszéltünk ugye arról, hogy a sztorikból ugye tudsz egy bizonyos követőszám fölött ugye tudsz linket betenni, és onnan terelni a forgalmat. Tehát, hogy például ugye beszéltük is előtte, hogy Amerikában ez egyik legfontosabb forgalomterelési eszköz. Igen. Ugye pont mai vagy tegnap esti újítás, hogy bejött az, hogy kérdéseket fel tudsz tenni, és a válaszokat utána megosztani. Mik még azok a funkciók szerintetek, ami nagyon-nagyon hasznos lehet, és amit mindenképpen érdemes csinálni, akár napi szinten? Hát Instagramon napi belül. Szinten talán nem, de vagy a mit, szavazás... Még egyet kérdezek, bocsánat, hogy mi az az optimális frekvencia, poszt darabszám, amit ti mondjuk javasoltak az ügyfeleiteknek? Ezzel akkor így vegyítsük ezt a kérdést még bele. Igazából, ha induló márkáról vagy profilról beszélünk, mindig azt szoktam javasolni, hogy heti 3 poszttal indulunk, és minden, tehát mindig egy hónapig, és akkor mindig mérjük, tehát mindig rakunk egy hétvégi posztot, egy hét közep és egy hét indító posztot, és akkor megmérjük, hogy mikor volt aktivitás. Igazából nem biztos, hogy jó az, hogyha minden nap posztolunk, valamikor ez inkább ilyen spambe megy át, tehát hogyha nincsen annyira értékes tartalom, akkor egyáltalán nem. A heti 3 poszt egyébként általában optimális szokott lenni, és a hétvégi posztok is szoktak működni, ezt igazából mindig mérjük. Tehát így nem nagyon tudom azt mondani, hogy akkor a heti 3 nincs egy egységes, ami működik. Tehát igazából szerintem teljesen profil. Megágazat függő is, igen, valamilyen szinten. Épp ezt akartam az elején mondani, hogy azért nem minden esetben ugyanaz kell mondjuk épp egy könyvelőirodának, vagy aki mondjuk személyes márkát akar építeni egy bloggernek, vagy nem tudom. Tehát teljesen más a két, igen, kommunikáció. Igen, viszont hogy itt külön kell választani a feedbe való posztolást, a minőségi posztokat, és ugye az a sztoriba lévő tartalmakat. Ugye. Tehát a sztori az lehet igazából napi 10 is, hogyha elbírja a követőtábor. De a posztokat azt mert eltűnik úgyis. Igen, úgyis eltűnik 24 óra múlva. Ugye a posztok meg ott maradnak, és ugye arra is nagyon figyelni kell, hogy ez illeszkedjen a kommunikációba és a feed kinézetébe is. Tehát igazából ezért nem célszerű spamelni. A sztoriba meg úgyis. Tudom, meg elfér. Még a funkcióknál jártunk, hogy mi az, amit szerintetek érdemes használni. Igazából gyakran.
azokat, amik így a követőkhez szólnak, az, amik engagementet tudnak generálni, ugye elkötelezett. Aktivitást, igen, bevonulást. Igen, ugye például a szavazások, különböző kérdések, ugye akár a posztban, akár a sztoriban lévő funkciók, ami mindenképpen szükséges, ugye egy normális, erős közösséghez. Igazából mindenki szereti ugye a véleményét kifejteni bármiről, szeretik az emberek, hogyha megkérdezik, ez itt is ugyanúgy működik. Nem is inkább funkciókat, inkább tartalom típusokat érdemes itt megemlíteni, hát ezek a színkulisszák mögötti dolgok azok nagyon tudnak pörögni, viszont tényleg az, amikor ilyen nagyon személyes és értéket adó posztokat raknak fel, azok tudnak. Vagy egy nagyon jól eltalált kép, egy jó történettel. Tehát a storytelling is nagyon erős. Tehát ilyen mikroblognak is hívják, ugye, hogy ide ilyen rövidebb posztokat nyugodtan ki lehet tenni. Így van. Igazából csak annyi, hogy tényleg következetesen és mindig elemezze, jó stratégia mentén kell itt is haladni, és minden sikerül. Nagyon jó az analitika az Instagramon is, úgyhogy nincsen igazából kifogás sokszor, csak az, hogy mosták az emberek. Igen, viszont azt kiemelném, hogy gondos Zsolti, hogy a stratégiát, tehát a stratégia nélkül semmi nincsen. Tehát az az első, amit mindenkinek meg kell határozni, egy célt meg egy stratégiát. És hogyha az megvan, akkor már beszéltünk arról, hogy majd ez egy sikeres profil lesz. Tehát mi mindig amúgy így kezdjük egyébként a tanácsadásainkat. Mondjuk a nullára, amikor nyilván egy kicsit marketingezünk is benne, meg volt már olyan, hogy webshopot is menedzseltünk közben, de alapvetően ugye itt arról szól, hogy egy stratégiát kell alkotni. Mind minden üzletben egyébként, az Instagramon is. Jó, ezek a lépések is nagyon jó. Igen. Szerintem még mielőtt egy záró témának amúgy ez nagyon jó is lehetne. Mielőtt ebbe belemegyünk a IGTV vagy IGTV, vagy Instagram TV-ről, mi a véleményetek erről a vertikális álló videóformátumról, szerintetek ez mennyire érdemes erre hangsúlyt fektetni, mennyire foglalkozik, mennyire készítsen külön tartalmat erre az ember? Mm-hmm. Mindenképpen. Hogy látjátok ennek a fontosságát? Az én véleményem az, hogy szerintem nagyon fontos lesz, pont azért, mert mobilról nézegetünk mindent. Ti hogy látjátok ezt napi szinten ebben benne léve, ebben élve? Szerintem mindenképpen érdemes külön kommunikációt fektetni erre, hiszen hát ugye, ahogy mondtad is, mobilról nézzük ezeket a videókat, tehát például amikor YouTube-ozunk, akkor ugye mindig megfordítjuk a telefon. Na most ez mennyivel időhatékonyabb és mennyivel praktikusabb, hogyha csak egyszerűen ugyanúgy tartjuk a telefon. Tehát ez szerintem kényelmesebb is, ez az egyik, ami szerintem kiemeli a többi videós platform közül. A másik pedig, hogy ugye például egy influencernek vagy egy Instagramernek mennyire praktikus az, hogy egy platformon kezelheti a videóit, meg mondjuk az Instagramját. Tehát hogy mondjuk a valaki, igen, ugye, mert nyilván mondjuk egy vloggernek vagy egy bloggernek, vagy a blogján kívül ugye az Instagram, illetve a YouTube, ami ugye videózik, akkor az egy központi elem. Na de most akkor egybe ford a kettő. És ez szerintem... Hát más azért. Más. Mert pont az a nehézsége, hogy mondjuk egy ilyen beszélgetést, amit mondjuk azzal a kamerával veszünk föl, és ugye horizontális, ezt átalakítani úgy, akkor csak úgy lehet, hogy egy embert, mindig aki beszél, az kivágni, és a legabból is ez egy vertikális, igen, de az biztos, hogy rengeteg macera kérdés, hogy megéri-e szerintetek? Szerintem mindenképpen megéri. Hosszú távon. Megéri. De nem azt mondtam, hogy YouTube-ot el kell, hanem nehogy félreérts, tehát mindenképpen kell, csak ez egy újabb nagyszerű lehetőség, amit szerintem használni kell. Igen, és igazából, hogyha alá akarjuk támasztani ezt az egészet, akkor például nézzük meg a külföldi trendeket, például Ariana Grande-nak a legújabb dalához készült videóklipből két változatot csináltak, az egyik az ugye YouTube-ra készült, a másik IGTV-re, vagy IGTV-re, ugye ami annyiból állt az IGTV-s verzió, hogy néz a kamerába és az új dalát igazából elénekli, az arcán használja a műkeit, és igazából ennyi, és ugye ez is az, hogyha ez globálisan már külön videóklipet készítnek, akkor igazából megvonalak az alkoknak a sikeressége. Hát igen, meg itt írtátok is, ugye, hogy nézzük meg nyugodtan példákat, hogy ki hogy használja, de jobbaktól nem szégyen lopni idézőjelből, hogy átvenni a tartalmat, tehát nézzünk olyan mintákat, ami működő és követjük. Meg mondjuk például, hogy azt is megnézzük, hogy azért a függőleges formátumban rengeteg olyan helyünk van, ahova tudunk feliratozni, tudunk dolgokat betenni, vagy bármit, azért ezt is lehet nagyon kreatívan használni. Csak meg kell tanulni erre a formátumra videót vágni mondjuk. Hát egy kicsit ki fogja mozdítani ugye a komfortzónájából az embereket, de pont ezért tud egy ilyen nagyon virális dolgá fejlődni szerintem. Na és mik azok a top tippek akkor záró témának, amivel érdemes szerintetek az Instagram marketinget felpörgetni? Felpörget? Hát a hashtagek használata tényleg erről nem volt még szó. Mindenképpen fontos, ugye.
volt már többféle, nem tudom, ilyen legenda, hogy akkor hol kell használni, hogy a hashtag-eket kommentbe, vagy poszt alatt, vagy bármi. Igazából az algoritmus tekintve bárhol működik, ez teljesen ilyen esztétikai kérdés, hogy ki hogy szereti. Van, aki nem szereti, hogyha az első komment az az ő hashtag-e, van, aki azt szereti, hogyha ott van, de van, aki nem szereti, igazából. Ezt is tesztelni kell, hogy hogyan reagál a közönség, hogyan, mert ugye igazából a posztolónak hogyan tetszik. És ugye a hashtag fontos változat, tehát a normális hashtag stratégia kialakítása az mindenképpen szükséges, valamint az, hogyha ismerjük a célpiszet, mondjuk, hogyha külföldi vagy angol nyelven szeretnénk ugye követőket és ugye akár megbízásokat szeretnénk, akkor az angol hashtageket használjuk, ha pedig magyar, akkor magyar, tehát ez is egy illeszkedjen a stratégiádban. Igen, ez egy gyakori hiba, hogy lehet vegyesen is használni, igazából nem nincs értelme, tehát hogyha mondjuk a like szerzés a célunk, hogy csak úgy simán a követő szerzés, akkor oké, de ha nincs a üzleti szélünk van bele, akkor az tényleg egy letisztult, normális stratégiát kell alkalmazni rá. A következetesség is nagyon fontos, az egységesség. Ugye ezek nyilván nagy szavak és ilyen bullshitnek tűnhet egy picit, de tényleg az, hogyha mondjuk posztolunk, akkor azt nézzük meg, hogy beleidik a feedünkbe, a kommunikációnkba és az összes... Tehát illeszkedik igazából abban, amit közölni szeretnék így általánosságban. Ami még nagyon fontos lehet, hogy legyünk türelmesek. Tehát, hogy ha nem botokkal akarunk... Márpedig nem. Márpedig nem. Mi ezzel követőbázist építeni és üzleti célval használjuk az Instagramot, akkor a türelem az nagyon fontos tud lenni. Hogyha van 100 követőm és abból 50 vásárol, és 50 ezerből vásárol 50, az van különbség. Abszolút. És inkább a minőség az mindenek felett. Siában nézhet ki esetleg kifelé jobban. Igen. Úgy is ki fog derülni egy viszonylag könnyű ellenőrzéssel, hogy az valós vagy nem valós. Így van. Amit még így zárásként, hogy merjenek hibázni, és mindig teszteljenek, mérjenek pláne, hogyha az elején vagyunk, ugye kisebb követőszámnál, sőt kötelező hibázni és tesztelgetni, tehát ez mindenki. Türelem és a teszt, az a... Meg egy dolog fontos még szerintem, amit zárásképp megemlítenék, hogy merjenek egy lépést megtenni. Uh-huh. Ez volt egy ilyen kérdésünk már egyszer, hogy mi szám, mennyi követőszám számít sikernek az Instagramon, és én mondtam, hogy igen. Már egy nagy siker, hogy te elindultam, mert jelen vagy, igen. Látnak. Tehát ez már maga a siker, hogyha fent vagy. Az már egy dolog, hogy építed és hova jutsz el vele, de próbáld meg, vágj bele, mert ez egy nagyon jó platform. Kinek érdemes csinálni a utolsó kérdés? Mindenkinek. Igazából mindenkinek. Vannak egyébként ágazatok vagy olyan üzletek, amik jobban mennek, például a beauty vonal, aha, a fitness. Ez egy nagyon klasszik vizuális. Nagyon klasszik, igen. De igazából minden, a kreativitás szabja meg igazából a határt, és hogyha valakinek van kreativitása, akkor csinálja, ha meg nincs, akkor bízom meg minket is, hogy megcsináljuk. Oké, akkor további sok sikert nektek mind a eladáshoz, könyveladáshoz, mind pedig a szolgáltatásotokhoz. Köszönjük. Drukkolok, további sok sikert, és köszönöm szépen a beszélgetést mindkettőtöknek. És jövünk vissza hasonlóan érdekes témákkal, inspiráló vendégekkel, sztorikkal, úgyhogy figyeljünk velem.